sárga sinyos mécske, zöldre nézette este, szállja rá magjára, zsömmöd az a világnak, gyógyíts éves mézedre, gyógyuljon meg az ember. A méhecskékről énekeltek stábunknak Nyírvasváriban az óvodások. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a környezetvédelemre és a méhek fontosságára. Ezt a folyosón elhelyezett láblenyomatok és a sok méhecskés dekoráció is jelzi. Mit csinálnak az ivék? Mézet csinálnak. Mézet, hogyan csinálják el? Tudod mondani? Virágpóból. Bélyagat püszölbe. Ennyit mert elmondani kameránk előtt az egyik nyírvasvári óvodás, de a pedagógusok szerint ettől többet is tudnak. Például, hogy nem szabad bántani őket. Szobornak kell lenni. Miért kell szobornak lenni? Mert akkor besúlja tüskéjét, és tenni bennom a szeri, és tenni meg az ember, meg... Dojáz is megaj. A méhek védelme és a környezet tudatos nevelés már kicsikorban is fontos, az oktatás színvonalát pedig a nemrég bölcsödével bővült és teljesen felújított óvoda épülete is segíti. Szerettük volna, hogyha a nyírvasvári gyerekek is a 21. századnak megfelelő modern óvodában folytathatnák az előképzettségüket az iskola előtt, és... Voltak egy kis hiányosságok, nem volt még tornatermünk, most sikerült azt is építeni, berendezni. Már nem az óvoda belső részébe kell, hogy ezeket a feladatokat ellássák, hanem természetesen modern körülmények között mindennel felszerelve. Az Őzike csoport gyermekei részt vettek a Tehetsz még többet rajzpályázaton is. Ezzel a Méhek zümmögnek a kertünkben című alkotással indultak a versenyen, és több mint 6200 pályamunka közül külön díjasok lettek. A pályázat 2,5 hónapos időtartama alatt Magyarország minden 7. óvodájából kaptak alkotást a szervezők. Már amikor megjelent a pályázat, akkor mindenki mozgósítva volt, természetesen először is az óvónénik, meg ők koordinálják az egész munkát, és minden csoportból érkezett be pályázat, Lőrinc Anna, fiatal és ambiciózus pályakezdő pedagógusunk sikeres volt, és a csoportjával együtt gyönyörű szép munkát, Méhek zümmögnek a kertben azt az alkotást készítették el, és szerencsére sikerült is, mert nagyon szép munka lett és eredményes, és 6250 pályázatból válogatták ki őket, úgyhogy mi nagyon büszkék vagyunk rájuk. A külön díjjal kitüntetett óvoda oklevelet és 500 darab Zümmög és Erdőn mezőn című foglalkoztató kifestő füzetet is kapott hétfőn. A csoport pedig egy igazi mély családot is örökbe fogadott, amelyet később személyesen is meglátogatnak majd.